Háromszor csapott össze az utóbbi 4 nap alatt a Gyergyói Hoki Klub és a Brassói Korona a Jégkorong Erste Liga elődöntőjében. A kiélezett mérkőzéseken összesítésben a gyergyóiak teljesítettek jobban, 2-szer szerezték meg a győzelmet. 2 brassói meccsel folytatódott a Jégkorong Erste Liga erdélyi elődöntő sorozata 2 gyergyói meccs után. Az elsőt a vendég GHK magabiztosan nyerte, a második találkozó azonban ismét kiegyensúlyozott volt, és a Brassói Korona hosszabbításban kiegyenlített a sorozatban. Ők erősebbek voltak a párharcokban, mint mi. Szerencsére ezt mára sikerült megfordítani, ezt a tendenciát. Azt gondolom, hogy a mérkőzés nagy részében dominálni tudtunk, az emberelőnyünk elég jól működött, szolid kapus teljesítmény volt hátul, minden esetre láthatjuk, hogy nagyon szoros ez a széria. Ezt az 5. meccs követte Gyergyószent Miklóson egy újabb kiélezett csatában. A gyergyóiak 2 találata után a Korona csak szépíteni tudott, így a piros-fehérek 2-1-re győztek. Nagyon nagy csata volt, hogy 3 dolgot emeltem ki a fiúknak, az egyik az volt, hogy ez ma háború. És a párharcok azok kulcsfontosságok lesznek, illetve hogy minden szituációban hogy harcolunk és mit fogunk fizetni érte, és lám-lám többet lövő ellenfelet tudtunk megvenni 2-1-re. Azért nem jellemző ránk, hogy 2 gólos meccseket csinálunk, meg is voltak a lehetőségeink, de az ellenfél meg rengeteget lőtt kapura. Az összesítésben 3-2 arányban vezet a Gyergyói Hoki Klub, így 1 győzelemre van a számára premiért jelentő döntőtől. A 6. meccset holnap játsszák Brassóban. Szükség esetén a 7. mérkőzés házigazdája ismét Gyergyószent Miklós lesz pénteken.